Üdv mindenkinek, ez itt a Csak a Zene, a Trio TV Dunántúl magyar zenemagazinja. A következő bő 25 percben lesz Cseh Tamás program a hamburgi Reeperbahn Fesztiválon és a zene ünnepén. 30Y koncert felvétel Szombathelyről. Helyi zenészek, játszik a Bed. Programajánló és a végén zenél és beszél a Run Over Dogs. Természetesen programokat és koncerteket is ajánlunk. Folytatjuk! A Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás program támogatásával 22 fős delegáció képviselte Magyarországot az idei Reeperbahn Fesztiválon Hamburgban. A hazai szakemberek a Live Music Hungary című rendezvényen látták vendégül a nemzetközi... A Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás program támogatásával 22 fős delegáció képviselte Magyarországot az idei Reeperbahn Fesztiválon Hamburgban. A hazai szakemberek a Live Music Hungary című rendezvényen látták vendégül a nemzetközi zeneipar fontos szereplőit, akik a finom magyar borokon kívül a zenékbe is belegóstolhattak. Change, no. Every day, people's hearts get colder and colder. Every day, things cannot stay the same. Oh, 'cause every time I close my eyes, I see a different world, a dream that moves me deep inside. We just got to rise like water. Listen up, you better slow. Már második éve veszi ki a részét a Cseh Tamás program a zeneünnepen nemzetközi kezdeményezésből. Idén is sok feltörekvő zenekarnak segítettek fellépési lehetőséget biztosítani. Én nagyon örülök a Cseh Tamás program létezésének, és azt a segítséget, amit tőlük kapunk, azt nagyon nagyra értékelem. Az újonnan induló zenekaroknak olyan segítséget tud nyújtani, amelyet lehet, hogy saját erőből nem lennének képesek előteremteni. Én mindenképpen pozitívnak értékelem az elmúlt két év munkáját. Sokat segítek én is abban zenekaroknak, hogy be tudják határolni azt, hogy ők mely piacra készülnek, ők magyar vagy inkább a külföldi piacra szeretnének menni. Hát a tanácsoknak nagyon-nagyon színes kavalkádjával van dolgunk itt az elmúlt két évben. Nagyon-nagyon sok tehetséges zenekar került elő, és a mostani 18-20 éves korosztályban olyan angolul is nagyon szépen éneklő zenekarokkal találkozunk, hogy igen nehéz lesz velük felvenni a versenyt. Azért pályáztunk a programba, mert egy induló friss zenekar voltunk egy évvel ezelőtt, hát viszonylag mi most is azok vagyunk, és szerettünk volna egy kis segítséget kapni ahhoz, hogy elinduljunk. Cutor Zoltán ugye a mentorunk, gyakorlatilag ő segített nekünk mindenben, kiadóválasztásban, ez volt a fő kiadó stúdió. Mindenféleképpen nagy kitartás szükséges ahhoz, hogy az embernek sikerüljenek ilyen dolgok. Úgyhogy semmiképpen nem szabad feladni, mi is ugye ezt az utat járjuk.
de egy marha jó dolog, tehát érdemes pályázni mindenkinek. Azért jelentkeztünk a Cseh Tamás programba, mert nagyon nehéz jelenleg Magyarországon szerintem egy olyan színvonalú anyagot létrehozni, amit mi szerettünk volna, és leginkább ennek az anyag része az, amit nehéz előteremteni, pláne kezdő zenekarként, és ez egy nyilván egy tökéletes lehetőség volt számunkra, hogy megvalósíthassuk az álmunkat, ami ez az első lemez, és ez tényleg másképp nem lett volna lehetséges. Mindenképpen segít, hogyha van egy jó elképzelés. Hogyha őszinte, az szerintem segít. Az nálunk fontos, és visszatérő elem, hogy tényleg próbáljunk meg őszintén csinálni mindent. Nagyon örültünk, egyrészt egyáltalán itt lehettünk, tavaly is volt szerencsénk már itt a Várkert bazárban játszani, és tök jó remény volt tavaly is, úgyhogy nem volt kérdés, hogy idén kaptunk egy felkérést, és nem volt kérdés, hogy elfogadjuk. Tök jó idő van, tök jó hangulat van, nagyon sok Cseh Tamás program által támogatott zenekar, illetve egyéb ismerő zenekarokkal is találkoztunk. Mörköt nagyon szeretem, a Twenties-zel is jóban vagyunk, Hello Hurricane, Seder, tehát most egy pár név, ami eszembe jutott. Mi alapvetően egy ilyen hangos pop, alter pop produkció vagyunk, ahol rendesen megszólal minden. Viszont most egy ilyen akusztikusabb, visszafogottabb műsorral készültünk, úgyhogy én is az elektromos gitár helyett most végig akusztikus gitárral játszottam, a dobosunk Kahonon játszott dobszerkó helyett, tehát egy ilyen sokkal intimel, sokkal közvetlenebb valami volt ez a mai nap. Szerintem tök jó volt az egész millió. Maga az Unplugged sztori is izgi volt, kicsit átírtuk a dalokat, én még sok ilyet akarok. A 30Y zenekar Szombathelyen a szerda esti akusztik vendégeként lépett fel. Egy ott készített felvétellel szeretnénk felidézni a koncert hangulatát. Amiatt is aktuális, hogy újra indulnak a szerda esti koncertek a Szombathelyi Agórában. November 26-án este 8-tól Szabó Benedek és a Galaxisok játszanak. És egyszer fák leszünk majd, és hogy te fogsz törődni a kedvel. A pontja és fülbe, vagy szájba, vagy seggbe, ha más nem, úgy egy másik testbe jusson át a talentumát. A talentumát. A talentumát. A A Sárvári AZK fogalom az elmúlt 20 év Vas megyei zenei életében. Itt zenélt a Bad zenekar is, akiket az elmúlt két műsorban már bemutattunk.
Novemberben és decemberben a Cseh Tamás program támogatásával 3 koncert is lesz a Várpince klubjában. Most zenél a Bed. Na, ezt mindig úgy énekeltem, hogy éjféli lány! Éjféli háj! Vagy lány! Zenei programajánló Sárvárról, Szombathelyről és Körvendről. Tegnap csak a zenén mented meg, könnyebb volt hanggal elvesztéssel. Rostát adni dolgokról, mit a múlt, mit a ról. Ez a mi porcén, egymásnak hátra a feszülés. Jól esik még ez a régi támasz, de nő már ami ég. Ez a mi portré, mit hát, ami szerinted tiéd. Nekem elég egy emlékkép,
nekünk ennyi szép emlékkel. Egyenlő részben osszuk szét, hiszen én a felét. Ez a mi volt még. Egy kissé fájó ez a rész, egy kicsit későn jön a válasz. Hogy a ki nem mondott szó, mire jó, mire jó. A műsor végén ismét egy Cseh Tamás program által támogatott zenekar érkezik. A Run Over Dogs Los Angeles-i kalandjairól szól a beszámoló. Das ist Palm Desert. Das ist... Mindenki veszi az ünneplőjét. Tegyél már nekem egy inget. Tudod, én vagyok a bandában az inges csávon. És én meg a csöves. 90-es években itt alakult ki a Stoner és a Desert Rock, aminek a leghíresebb képviselői talán a Wings of the Stone Age, az igazok tetvelőn, ami nagyon szeretjük még emellett a Fatso Jetson, a jó nagy darab Mario Lally, ahogy nyomja, az nagyon kemény. Nem is klubokban, hanem egy ilyen sivatagi desert bulikat nyomtak, ami azt jelentett, hogy kivitték az agregátort a sivatagból, és így alakult ki ez a stílus, ami hozzánk legközelebb áll, és most hál' Istennek ennek a bölcsében játszunk. Van egy film, ami ez a 90-es évek Desert és Stoner rockjának a kialakulásáról szól, és ennek a hivatalos afterpartia az ma lesz a Tök úr nevű helyen, ahol egyébként néztük videókat. Három hete a Fumancsi játszott a Fatso Jetsonnal, de Nick Oliveri a Quiz of the Stone Age-ban rendszeresen játszik ott, és 90-es évek Stoner legendái fognak ma játszani, és mi vagyunk az első koncert este 8:30-kor. Most pedig megpróbálunk bejutni a vetítésre. Nem is tudtuk, hogy lesz. Csak az a baj, hogy elkezdődött a fény. De pizza hónálod, nem siet. We ride your roller coaster as tears will roll down. I don't understand though, why did you put on jackets before it's too hot down here? Why'd you put on jackets? We just fucking got used too hot. It. Yeah. We just got used to it. Mára ennyi, de lesz még csak a zene itt a Trio TV Dunántúl műsorán, addig is keressetek minket interneten, Facebookon, YouTube-on. Viszlát!